Magyarország egy 10 millió lakosú ország Európa szívében, és annak ellenére, hogy nincs jelentős természeti forrása, mégis kiemelkedő erőfeszítéseket tesz a bajba jutottak megsegítésére. Kezdte beszédét Novák Katalin köztársasági elnök csütörtökön az ENSZ katasztrófák kockázatainak csökkentésére létrehozott Sendai keretszerződés kapcsán tartott New Yorki konferenciáján. Az államfő felhívta a figyelmet az Európát jelenleg érintő súlyos kihívásokra, köztük a világjárványt, az erdőtüzeket, áradásokat és az Ukrajnában zajló háborút említve. Novák Katalin kiemelte, hogy 2017-es indulása óta a Hungary Helps program 54 országban több, mint 100 millió dollár értékben, mint egy 300 humanitárius és rehabilitációs programot támogatott. Magyarország az elsők között sietett Törökország segítségére a februári földrengés után. A tavalyi pakisztáni árvizek idején, a horvátországi földrengéskor is segítő kezet nyújtott. A politikus kiemelte, ez mind csak egy-egy példa, amely megmutatja, mennyire fontos, hogy ne csak magunkat védjük, de egymást is segítsük. A Pentagon hozzávetőleg 3 milliárd dollárral túlbecsülte az Ukrajnába küldött amerikai fegyverek értékét, számolt be a Reuters az amerikai védelmi minisztérium képviselőire hivatkozva. A források elmondása szerint ez az elszámolási hiba lehetőséget ad arra, hogy újabb fegyverszállítmányokat küldjenek Ukrajnába az orosz invázió elleni védekezéshez. A Pentagon két magas rangú tisztviselője szerint a hiba az amerikai tartalék Készletekből kivont, majd Ukrajnába küldött fegyverek értékének túlbecslése miatt történt. A kongresszusnak május 18-án számoltak be a számviteli kiigazításokról. Az utóbbi napokban fokozódtak az éjjeli rakéta támadások Ukrajnában. Péntek hajnalban is több nagyvárost támadtak az oroszok. Az ukrán fegyvereserők reggeli jelentése szerint a megszállók 39 rakétát indítottak Ukrajna ellen. Emellett legalább 50 rakétavetőről indított támadást regisztráltak. 16 drónt és 3 kalibr típusú rakétát megsemmisített a légvédelem. Vitali Klitschko polgármester szerint hullámokban zajló támadássorozat történt a tizedik ebben a hónapban. A cél a légvédelem kimerítése, valamint az, hogy pszichológiai nyomást gyakoroljanak a lakosságra. Klitschko szerint minden Kiev irányába tartó ellenséges légi sikerült megsemmisíteni. Krivérigben egy ipari magánvállalkozást ért találat, számolt be Szerhi Liszák, a Dnipropetrovski adminisztráció vezetője. Egy 64 éves nő súlyosan, egy 45 éves férfi könnyebben sérült. Az orosz megszállók a hajnali órákban pilóta nélküli repülőgépekkel intéztek támadást Lviv ellen. André Szadové polgármester arról tájékoztatott, hogy a légitámadás célpontja a város kritikus infrastruktúrája volt. Az akció során senki sem Sérült meg. A Rivnei, Mikolajevi, Csernyi, Hivi, Zsitomiri, Volinyi területen is a robbanásokról számoltak be. Ukrajnában elkezdődött a katonai szolgálatra korlátozottan alkalmas hatkötelesek mozgósítása, közölték csütörtökön illetékesek. A közeljövőben katonaorvosi bizottság következtetései alapján döntenek a katonai szolgálatra való alkalmasságról vagy alkalmatlanságról. A bizottság minden esetet egyedileg bírál el. A korlátozottan alkalmas mozgósítottak toborzóirodákba és a szociális központokba élelmezést és ellátást biztosító egységekhez, kiképző bázisokhoz vezényelhetők. Azok a hatkötelesek, akiket korlátozottan alkalmasnak minősítettek, ismételten katonaorvosi vizsgálaton vehetnek részt orvosi és szociális rehabilitáció céljából. Erre legkorábban a korlátozott alkalmasságról szóló rendelkezés hatályba lépését követő harmadik év után kerülhet sor. A korlátozottan alkalmas mozgósítottak nem teljesíthetnek szolgálatot stratégiai létesítményekben, a haditengerészetnél, a nagy mobilitású különleges erőknél, a a tervek szerint a közeljövőben a sorkatonai szolgálatra kötelezettek felső korhatárát 25 évre csökkentik a jelenlegi 27 év helyett. A vonatkozó törvénytervezetet már a parlament elé terjesztették. Teresz Nyiki Forcsuk ügyvéd ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy a jogszabály elfogadása azt jelenteni, hogy az ukránokat elhúzódó háborúra készítik fel az ellentámadás és a harctéri sikerek ellenére. Az ukrán nyelv hivatalosan is bekerült az Európai Bizottság fordító rendszerébe, az e be. Ez a szolgáltatás szövegek és hivatalos dokumentumok fordítására szolgál az Európai Unió mind a 24 nyelvére, számol be pénteken a Digitális Átalakítási Minisztérium telegram csatornáján. Az e translation rendszer bekerülésnek köszönhetően az ukránok le tudják fordítani az uniós jogalkotási dokumentumokat angolról ukrára. Ez segít az okmányok gyorsabb elemzésében és végrehajtásában, és fordítva, az ukrányok szabályokat most le lehet fordítani az Európai Unió tagországainak nyelvére, emlékeztetett a minisztérium. Ez egy fontos stratégiai lépés Ukrajna számára, amely hozzájárul az Európai Uniós tagságról szóló tárgyalásokhoz. Mindez az Európai Unió digitális Európa programjában való részvétel keretében vált lehetővé, amelyhez Ukrajna 2022-ben csatlakozott, áll a közleményben. A legfőbb ügyészség vádat emelt a csapi Tisza közúti határátkelő vámparancsnokával és helyettesével szemben, akiket tavaly novemberben vette őrizetbe azzal a gyanúval, hogy kenőpénzt követeltek és fogadtak el az áruszállítással foglalkozó fuvarozóktól. A vádirat szerint a vámparancsnok és helyettese átlagosan 500 eurót zsebelt be egy-egy kis busz átengedéséért. Az ukrán-magyar határszakasz legnagyobb csapi átkelőjén történt helyszíni rajta a vámparancsnok éppen 10 ezer eurót vett át az egyik szállítótól. Az összegekért cserébe zöggenőmentes vámkezelést ígértek a nemzetközi forrozóknak. Az ügyész kérésére lefoglalták a vádlottak ingó és ingatlan vagyon tárgyait. A bíróság előzetes letartóztatásba helyezte a két vámtisztet, akik fejenként 322 ezer óvadék ellenében szabad lábon védekezhetnek. Amennyiben a bíróság is megállapítja a korrupció tényét, a hivatali személyek akár 8 éves börtönbüntetést is kaphatnak.